Új öltözőt kapott bajnoki címvédő női kézilabda csapatunk. A lányok augusztus 14-én, pénteken délután kapták meg új öltöző helyiségüket. Megnyertük a bajnoki címet, és most a BL-be indulunk, és azt gondoltuk, hogy egy hála a klub részéről, hogy végre egy európai csapatnak európai színvonalú öltöző is kell. A labdarúgóknak a példájára, és nagyon magas színvonalú öltözőt építettünk itt fel. És úgy látom, hogy a lányok mind a gyerekek örültek neki, úgyhogy remélem, hogy nem csak egy nap boldogságot, hanem sok időre szabtunk neki boldogságot. Úgyhogy én ebben reménykedem, meg ezért örülök. Egy kek győzelem után is járt egy minőségi ugrás, azt gondolom az öltöző egy bajnoki cím is mindenképpen megérdemli azt egy ilyen teljesítmény után, hogy kifejezzük ezúton is és ilyen formában is a hálánkat és a megbecsülésünket a csapat felé. Illetve hát szeretnénk a BL-re készülve, a BL fordulókra készülve egy olyan környezetet biztosítani, ami minden téren, a rekreáció téren is helyben biztosít bizonyos lehetőségeket a csapat számára. Az öltöző helység mellett a klub jacuzzit és szaunát, sőt, egy belső udvart is a lányoknak ajándékozott, így a jövőben ezek a helységek is azt a célt szolgálják majd, hogy sportolóink minél jobb eredményt érjenek el a pályán. Nem az, hogy tetszik, hanem el vagyok hűlve. Tehát ugye ezért ez a mi sportágunkban, tehát egy ilyen létesítmény azért nem megszokott, és teljesen megható számunkra, hogy egy ilyet építettek nekünk, és mondom, hogy nagyon köszönjük mindenkinek, aki ezt lehetővé tette, és aki segített benne. Valóban gyönyörű, tehát tényleg nehéz erre most szavakat találni. A játékos, amikor azt érzi, hogy megbecsülik, akkor az mindig segít az ő teljesítményének a növekedésében. Én bízom benne, hogy ezt így fogjuk föl, meg így fogják föl a játékosok, de én azt gondolom, hogy az érdemi részek azok a pályán kellene, hogy eldőljenek. Nem is tudom, hogy valakinek volt ilyen élménye esetleg így a csapatban másik helyen, de nekem ez, már úgy is kaptunk egy új öltözőt, mióta én itt vagyok a Fradiba, de ez valami szenzációs, tényleg nagyon, nagyon, hát nem azt mondom, hogy európai, mert akár hány helyen voltunk ilyen, amíg nem találkoztunk, úgyhogy ez nagyon modern. És az, hogy a Kubatov Gábornak köszönhetünk nagyon-nagyon sok mindent, ugye szerintem többek között az, hogy ugye a Nike is a kézilabdánál is van, az is biztos, hogy az ő érdeme. De én úgy gondolom, hogy most annyira együtt van ez a Fradi, így hogy ugye a fiúk is ide költöztek a Népligetbe, hogy tényleg a két edzés között ugye ott a Fradi étteremben eszünk, az is mindenképpen összehozza a társaságot. Ugye nem szoktunk egymás meccseire járni, de az, hogy így szinte magánemberként is találkozunk, és tényleg egy nagyon családias hely ez a Népliget, úgyhogy én, hogyha gyerek lennék újra, akkor megint a Fradinál. Fradi szurkolói kedvezménykártyával országszerte több mint 700 helyen vásárolhatsz kedvezményesen. Ezzel nem csak megspórolhatod jegyed vagy bérleted árát, de a Fradit is támogatod. Élj meg minden vásárlást győzelemként!